Végül is a mi munkánkban, amikor verseket énekelünk, munkásságunkban, vagy így is lehet mondani, benne van az, hogy nagyon gyakran színészekkel közösen lépünk föl. Hát ez egy nagyon régi történet, még 1975-ben Latinovics Zoltán mondta nekünk, hogy lépjünk föl együtt. És hát persze boldogan mentünk mindenhova, és nagy öröm volt. Aztán változott az élet, Kozák Andrással sokat léptünk színpadra, volt Szabó Lőrinc estünk, Rátóti Zoltánnal, Kosztolányi estünk, Máté Gáborral, József Attila est, Tordi Gézával, vagy éppen Jordán Tamással. Szóval az, hogy mi is egy színész, ez egy régi műfaj. És akkor, amikor készültünk erre a jubilom évre, az 50-re, akkor mondtuk, hogy ma most egy Kányádi estet. És hát kit kértünk föl? Bogdán Zsoltot, a kiváló kolozsvári színészt, akit amúgy is láttuk az Adi estjét, meg ismertük filmből is innen-onnan. És hát azt hiszem, hogy ez egy óriási ajándék számunkra, egy nagyon jó választás volt. De amikor a Latinovics Zoli először mondta, hogy hát kérdeztem, hogy állítjuk össze? Jó dolgokat kell csinálni, majd azok kapcsolódnak. És az első ilyen estünk, emlékszem, a Kertész Egyetemen valami 3 óra hosszat volt, és hát tényleg frenetikusan sikerült. Ez már egy koncepció mentén, ezt úgy is hívjuk, hogy szenírozott irodalmi est. Tehát kicsit a színház világát és a koncertet ötvözi ez a fajta stílus. Kővári Katalin, aki ezt szerkesztette és rendezte, ő találta ki ezt a padot is, hogy ez legyen itt, hogy mikor álljunk, hova menjünk. Tehát ez egy mondhatnám, hogy színházi jellegű előadás, de azért mégiscsak egy irodalmi est, ahol mi énekeljük a Kányádi Sándor verseket, Zsolt megmondja őket. Ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs tele. Ha most ez arról van szó, hogy ez most pajta és ez nem színház, akkor lehet, hogy valaki, aki hátul ül és egy szinten vagyunk, az nem lát ugyanúgy mindig, amikor ülünk, de én olyan jól érzem magamat ebben a pajtában. Ez egy olyan intim helyszín, de mégis valami nyitott, egy olyan nagyon természetes hely. Szóval nagyon, nagyon itthon volt ez az est. Persze, nyilván holnap színházban játszunk Szombathelyen, akkor ott biztos a fények, majd amikor a padon van ének, akkor majd ide fognak, amikor oda, akkor oda fognak összpontosulni. Ott mikroportokkal fogunk menni, mert nem lehet itt hallani, mint itt a természetes levegőben. Tehát nyilván az egy más dolog lesz, de ez nagyon, nagyon otthon volt itt a Kányádi előadás. Eljárt-e az idő fölötte, és boltvágányra döcögött-e? Gyerek sivalkodása az nem ugyanolyan, mint amikor két felnőtt beszélget. Egy gyerektől az egy természetes, ahogy egy macska dorombol, egy kiskutya, nem tudom, egy kisgyerek az megszólal, de az nem természetelenesen szólal meg. Na, én nagyon örülök, hogy eljöttek a gyerekek, és majd egyszer talán csak a gyerekeknek játszunk, és akkor majd jobban otthon érzik magukat. Most valóban volt néhány gyerekdal az estben, ahogy ez mindig van, amikor mi színpadra lépünk. Talán a 6 órás kezdés nem lehet, hogy félrevezető volt. Általában 7-kor szoktuk kezdeni, de nem írtuk ki, hogy most mit tudom, 12 éven felül, hát nem ártott nekik sem. Kányádi Sándor bácsi is mindig József Attila verset mondott a gyerekeknek, és azt is mondta, hogy nem baj az, hogy mire értik, már tudják kívülről.